Köszöntöm a mai vendége, dr. Homoki Tamás alpolgármester. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát leginkább az 55. gyermekjátékokról szeretnének foggatni, de előtte azért beszéljünk egy pár szót a KT szerepléséről, no meg a Dunaszfal DTK szerepléséről. Jó estét kívánok a nézőknek! Kapkodjuk a fejünket azok után, az eredmények után, amit a KTL futballcsapata az elmúlt időszakban produkál, nem csak a mi legnagyobb örömünkre, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok olyan futballrajongó örömére, akik szerettek volna valami új szint látni a magyar labdarúgásban, hát ezt most megkapták idén. Szabó István csapata gyönyörű játékot mutat hétről hétre. Én azt gondolom, hogy nagyon megérdemelt az, hogy teltház előtt játszottak most is, és hogy egy ilyen szép győzelmet arattak a Fradi ellen. Úgyhogy gratulálunk nekik. Dunaszfal DTKH. Dunaszfal DTKH a kosárlabda. Ebben az évben az volt a kitűzés a csapat elé, hogy kerüljön be a legjobb nyolc csapat közé, és a rájátszásban, a play vegyen részt ezt abszolválta a csapat. Nagyon szoros meccseket játszott a legjobb négy közé jutásért az Alba Fehérvár csapatával, végül is szoros mérkőzéseken vereséget szenvedett, ezt követően az 5-től 8. helyig tartó rájátszás folytatásaként a szónok együttesével játszottunk, ott 3-1-re maradt alul a csapat, mind a három mérkőzés szoros volt. Én azt gondolom, hogy nagyon becsülettel helytáltak a fiúk, a kitűzött célt elérték, a közönség mellett, mellettük van, én bízom a folytatásban a jövő évre vonatkozóan is. Akkor kanyarodjunk az 55. világjátékokra, mert itt van egészen közel, 7. Ó, 10. én rendezik meg Koreában, Degu városában. Hogy áll a küldöttség? Küldöttség remélem készül. Négy sportákban utazik a városi csapat Deguba. Dél-Korea egyik legnagyobb városába, negyedik legnagyobb város, kettő és fél milliós lélekszámmal, tehát azt gondolom, hogy egy eléggé nagy programnak leszünk a csapat is, illetve csapatvezetőként a személyemben én magam is, és úgy gondolom, hogy zajlik a fölkészülés, négy sportág, tehát labdarúgásban, úszásban, asztali teniszben és atlétikában, ugyanabban a négy sportágban, ahol a tavalyi év 2022-ben, coventry -ben nagyon szép helyezéseket ért el a csapat. A négy sportágat mi jelöltük ki, vagy közösen a szervezőkkel kerül kijelölésre? Erről annyit kell tudni, hogy a szervezők meghirdetik minden évben, hogy milyen sportágakban várják a jelentkezéseket. Van 10-15 sportág, ezt most pontosan nem tudom, és ebből a résztvevő városok választják ki, hogy a 18 fő sportolóból álló küldöttségüket milyen módon állítják össze. Tehát magyarul a rendelkezésre álló választékból ez a mi döntésünk volt, hogy ebben a négy sportágban indulunk. Tavaly rendkívül jól szerepeltünk, szerintem várakozáson felül. Ugyanez van most is? Ki tudja. Tavaly valóban így van. Három első helyezés volt, egy második és egy negyedik helyezés. Egyébként büszkén mondhatom el, hogy az eddigi időszakban 15 aranyérem, 9 ezüstérem és 8 bronzérem jutott a kecskeméti sportolóknak, Hogyha hozzávesszük azt, hogy Kecskemét körülbelül 16-17. alkalommal vesz részt, és ebből a éremgyűjteményből három aranyat is tavaly sikerült szerezni, az azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmény, hogyha sikerülne megismételni, óriási fegyvertény lenne. Említetted, na, nagyon-nagyon régi kezdeményezés ez már, van egy nagyon-nagyon szép szlogenje az, hogy játsz és ismerkedj meg, szerez barátokat, ez a, az egész programok a szlogenje. Mégis mikor, hogyan kapcsolódtunk be, és mikor várható az, hogy Kecskemét is rendez egy ilyen nagy dzsemborit? 1968-ban alakult ez a kezdeményezés a szlovéniai, akkor még Jugoszlávia, Celje városában. Celje név sokak számára ismerős lehet, nagyon komoly kézilabda, férfi kézilabda ő, folyik ebben a városban tehát ott találták ki ezt az egészet, azóta 54 rendezvény zajlott le, akik fejben nagyon jó számolnak, azok rájöhetnek, hogy 55-nek kellett volna, sajnos egy maradt el. És ez az egy, ez pontosan kötődhet a városunkhoz. 2020-ban hosszas előkészület után Kecskemét lett volna a házigazdája, a nemzetközi gyerekjátékoknak. Sajnos a Covid járvány ezt a lehetőséget elvitte. Évről évre be vannak osztva több évre előre a résztvevő városok. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden nagy szervezési nehézség és költségek ellenére ez egy nagyon népszerű dolog egy ilyen rendezvényt vállalni, ugyanis az idei és az utóbbi éveknek a versenyein is kb. 50-60 országnak nagyjából 90 körüli városa vesz részt, tehát egy világseregszemle. Tehát, a kérdésre visszatérve, hogy mikor kerül újra ránk a sor, nem tudjuk. Egyszer már megpróbáltuk, sajnos akkor nem jött össze. Én úgy gondolom, hogy Kecskemét miután 2005 óta részt vesz ezeken a játékokon, előbb-utóbb sor kerül arra, hogy mi hívhatjuk meg a többi várost. Összesen hány sportoló áll rajtod ezen a versenyen? Lehetet tudni. É. Ha idején jól tudom, akkor körülbelül 70 ő, város vesz részt, és ez a 18-as létszám, ami a gyerekek létszámában ő, rögzítve van, ez egy fix létszám, ebből eredőleg azt gondolom 1200-1300 gyerek vesz részt az idei rendezvényen. A keskeméti küldöttség anyagi hátterét kiteremti meg? Ketté kell választani. Az utazásnak a költségei, azok mindig a résztvevő városnak a költségét jelentik. Ez Dél-Koreát figyelembe véve idén sem lesz egy csekély összeg. Ezen kívül az ott tartózkodás költségeit azt részben a szövetség, tehát az ICG, a Nemzetközi Gyerekjátékok Szövetsége, de túlnyomó részt pedig a rendező város vállalja. Mennyire szól a sportról, és mennyire szól valóban a barátkozásról ez a rendezvény? Mert amikor ez ezt létrehozták és hívták, akkor valójában a második talán fontosabb szempont volt. 50-50 mondanám. Nagyon fontos a sport, és miután két alkalommal már volt szerencsém részt venni ilyen, látom, hogy a gyerekek iszonyatosan küzdenek, és valóban az az igazi sportos küzdés előjön minden alkalommal, de ugyanakkor a szervezők mindig olyan programokat is létrehoznak, amelyek a barátkozásról szólnak, az egymás világának a megismeréséről. Tehát én azt gondolom, hogy a sport mellett a barátság és a szórakozás kellőké megfér. Köszönöm szépen a beszélgetést, ér, meg meg gazdag utat kívánok! Nagyon szépen köszönöm!